nagyon büszkék vagyunk a magyar cukormanufaktúrára. A kaposváriak joggal büszkék rá, hiszen ez a cég egy piacvezető cég. Most elérkeztünk egy talán a cég életében is jelentős állomáshoz. 370 millió forintos beruházás miatt vagyunk ma itt, amelynek felét önerőből biztosítják. Azért örülünk ma itt, mert hogy válság van, és ehhez képest segítő kezet kapnak a kaposvári helyi gazdasági szereplők a magyar kormánytól. Ezt nagyon szépen köszönjük miniszter úrnak és a kormánynak. Egyfajta ipari reneszánszon van szükség Kaposváron, ami egyébként jövedelemtermelő képességet, magasabb béreket, több munkahelyet, jobb megélhetést és jobb életminőséget jelent az itt élők számára. A somogyi megyeiek joggal lehetnek büszkék magukra, hiszen a kormány beruházás támogatási programjának keretében jelenleg 34 beruházás zajlik itt a megyében, amelyek összesen 13 milliárd forintos értéket képviselnek, és mindezekhez a kormány 6 milliárd forintnyi támogatást biztosított a nehéz időszakban, amelynek nyomán 5200 munkahelyet tudtunk megmenteni itt Somogy megyében. Sikerült a kanyarban előzés manővere a magyar gazdaság számára. Ebben hatalmas szerepet játszott a magyar élelmiszeripar. Büszkék vagyunk arra, hogy az első magyar cukormanufaktúra itt Kaposváron is részese ezeknek a fejlesztéseknek.